Átvágták a szalagot Lajos Mizsa új bölcsödéjén. Az épületet ma adták át ünnepélyes keretek között. A bölcsit 281 millió állami és közel 50 millió forint önkormányzati forrásból alakították ki. Baski András polgármester a helyszín kiválasztásáról és a projekthez tartozó egyéb fejlesztésekről beszélt. A város központja most olyan szépen megújult itt a tó környéke, hogy egy ilyen épület, egy ilyen szép környezetben lévő bölcsöde a legjobb helyen van, azt gondolom. Az épület elkészült, a belső területeken egy kis rendezés történt, a berendezések, megtörtént a konyhának a felszerelése, mindez igen sok forrást igényelt. Azonban azt is érezte a képviselőtestület, hogy ahhoz, hogy ez a bölcsöde, ha egy ilyen szép környezetbe érkezik, akkor magának a külső környezetnek is azért egy kicsit alakulni kell hozzá. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Bánkbán utcát, amelyet látszik is rajta, hogy ez egy újonnan aszfaltozott rész, ezt még megcsináljuk annak érdekében, hogy akik ide jönnek, azok méltó körülmények között érkezzenek ide. És miután volt már itt egy járda szakasz a sportpálya bejáratáig, ezért úgy gondoltuk, hogy aki gyalog közlekedik, annak és ráadásul a Mizsei utca, ugye tudjuk, hogy elég nagy forgalmú út, ezért úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk azt a járdát egészen ideig az óvodáig, csatornán egy kis híddal áthozzuk ezt a járdát, és aki gyalogosan érkezik, vagy sétálva, babakocsival, az is kényelmesen és biztonságosan tudjon eljutni ehhez a bölcsödéhez. Dr. Salasz László, a település országgyűlési képviselője azt mondta, Lajos Mizse Kecskemét árnyékából kitörve egy önálló központtá nőtte ki magát, megtartva az ezer szállal való kapcsolatot a híres várossal. Lajos Mizse lakosság az elmúlt időszakban jelentősen növekedett, és a gyermekek száma is örvendetes számmal növekedett. Ennek egyik folyamánya, hogy elhelyezésre várnak a gyermekek. Az egyik bölcsöde már szűk lett, és a szülők részéről volt egy nagy fokú igény, hogy egy bölcsöde bővítés történjen. A városvezetés rövid tanakodás után úgy döntött, hogy a bölcsőbővítés az nem valósítható meg, viszont egy újabb bölcsödét létesítenek itt Lajosmizsén, amire partnert találtak a megyei önkormányzat személyében és a kormány személyében. Így egy jelentős összeggel megvalósult ez a gyönyörű épület, aminek ma itt vagyunk a szemtanúi. Lajosmizse és Kecskemét is gazdaságilag rendkívül módon fejlődött az elmúlt időszakban. Ennek az a következménye, hogy egyre többen állnak munkába, és hogyha munkába állnak, akkor a gyermekeket viszont valahova el kell tenni. És nagymamáknál volt korábban ez megoldva, de a mostani modern korban már leginkább bölcsődei és ódai elhelyezésbe gondolkodnak a szülők, és ennek egy kiváló szimbiózusa valósult meg. A szülők dolgoznak, ők munkában vannak, ők termelik a magyar GDP-t, míg a gyermekek jó helyen vannak, és ide a szülők is biztonsággal elengedhetik a gyermeket, majd mosolygós gyermekeket kapnak vissza délután. Rideg László, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat elnöke az újonnan átadott Lajos Mizsei bölcsödétől kiindulva beszélt a megye intézményeiről. És ha hozzáteszem azt, hogy Bács-Kiskun megyébe míg 52 bölcsöde létesült az elmúlt időszakban, akkor azt tessék végig gondolni, hogy micsoda lehetőség az ott élőknek, az ott élő családoknak, és természetesen az aprajának, a gyermekeknek is. Ez egy óriási jó dolog. Ha hozzáteszem még azt is, hogy Bács-Kiskun megyében most már így 640 körül jár az átadott létesítmények száma, akkor tessék beleképzelni magunkat abba, hogy itt van mögöttem egy, és még van azon kívül 600 fölötti létesítmény. Az természetesen ennek megfelelően már nem bölcsöde, vagy nem mind bölcsöde, csupán 52. A többi az óvoda, kerékpárút, energetikai korszerűsítés, például egészségügyi létesítmények megújítása, iparterületek, és még sok minden más is. Úgyhogy szerintem egész Bács-Kiskun megyébe járva, kelve nagyon sok helyen láthatjuk a közösségi létesítmények megújítását. Összesen 28 főt tud fogadni a létesítmény, amelyre már nagy szükség volt, ugyanis egyre több család költözik Lajosmizsére, így egyre több a gyermek is. Utóbbi években egyre nagyobb igény mutatkozott városunkban a bölcsödei férőhelyek iránt. Az idei évben különösen magas arányú volt az óvodai beiratkozások száma, az új bölcsöde megnyitása nagyon nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke a következő időszakban tölti a harmadik életévét, de az óvodai férőhely miatt nem tudnak már óvodát kezdeni, ugyanis oda nem tudom őket felvenni. Az itt dolgozók mindent meg is fognak tenni annak érdekében, hogy a gyermekek jól érezzék itt magukat, képességeik, készségeik megfelelő mértékben fejlődjenek.
Ez a bölcsödében töltött idő ugyanolyan fontos, mint a családi nevelés, hiszen együtt tudjuk nevelni a gyermekeket arra, hogy egy csodaszép életútjuk alakuljon ki. Lesz olyan kisgyermek, aki itt fogja megtenni az első lépéseit. Itt fogja megtanulni az első kis mondókákat. Itt ismerkedik meg a szobatisztasággal. A bölcsöde feladata, hogy kiegészítse a családi nevelést. Célunk, hogy a bölcsödébe érkező édesanya, édesapa a gyermekét élményekkel telve vegye át. A mai átadón elhangzott, hogy egy modern épület várja mostantól a legfiatalabb generációt, amely egy fontos mérföldkő a település életében.